Hulladékmentes kihívást hirdetett egy ceglédi üzlet, amely Délpest megye első csomagolásmentes boltja. A két tulajdonos, Köröztös Krisztina és Takács Orsolya elmondta, tapasztalatuk szerint egyre nagyobb az érdeklődés a csomagolásmentes üzletek iránt. Hozzátették, boltjuk a csomagoló hulladék csökkentésével példát mutatva, egészséges középutat keres a jó minőségű és megfizethető magyar, kimért termékek biztosításával. Láttuk magunk körül, hogy mennyi sok magyar termelőnek mennyi csodálatos terméke van, így ez volt az első kiinduló maga, és akkor így ezeket kezdtük el összegyűjtögetni, és maga a csomagolásmentes, vagy a környezettudatos gondolkodás az meg igazából mindketten nekünk az életformánk. Köröztös Krisztina elmondta, úgy látták, a városban egyre többen érdeklődnek a bolt iránt. Bizakodóak voltunk az elejétől fogva, és én azt hiszem, hogy egyre inkább bővül a vásárlókör, meg ami biztató igazából, hogy egyre több a visszatérő vásárlónk, a rendszeres vásárlónk. Tehát most már megtanulták, hogy a tejtermékek ugye csütörtökön érkeznek, a rendelést is le lehet adni. A tulajdonos azt is hozzátette, komoly előkészületet igényelt, hogy megtalálják azokat a termelőket, akik mind termékeikkel, mind pedig azok csomagolásával illeszkednek az üzlet szemléletéhez. Takács Orsolya elmondta, elsősorban a családi kis- és mikrovállalkozásokat keresik, de szempont az is, hogy az átlagos vásárló pénztárcájához igazodjanak. Nyilván vannak olyan termékek, amik igen, tehát főleg ezek igazából az ilyen csatnék, egyebek, amik egy picit drágábbak, mint egy szupermarketben, de nagyon sok termékünk abszolút versenyképes a szupermarketekkel, mert az emberek hozzá vannak szokva, hogy ugye ez az a zacskóban vannak, de az zacskó, tehát hogy nem kilós kiszerelésűek, és nem a kilós árakat látják felírva. Itt viszont ugye minden kilóban van mérve, vagyis hogy árulva, vagy kiírva, és abszolút versenyképes a többi dologgal. Még néha még mi magunk is meglepődünk, amikor mérjük, hogy ja, ez csak ennyibe kerül, mert hogy ugye lehet kérni egyébként ráadásul, hogy a vásárló, hogyha bejön, akkor gyakorlatilag bármilyen mennyiséget kérhet, amit egy mérleg le tud mérni. Az üzlet tehát egy igazi vegyesbolt, ahol háztartási és tisztítóanyagok, tisztálkodószerek mellett zöldségek, gyümölcsök, húsáruk és más feldolgozott termékek is találhatók. A két tulajdonos kiemelte, a borra való a földnek feliratú dobozukban fa és más növények ültetéséhez gyűjtenek adományokat. A kezdeményezéshez több üzlet is csatlakozott, és eddig 30 000 forint értékben ültettek növényeket a város különböző pontjain.